lenne. Köszönöm a figyelmüket. A kormány nevében Matolcsy György miniszter úr válaszol, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő úr. A kormány az állami nyugdíjrendszer, a magyarországi nyugdíjrendszer reformjáról döntött. A reformjáról van szó, hiszen 1998. január 1-től életbe lépett Magyarországon az akkori világbanki javaslat alapján egy olyan kötelező magánnyugdíjpénztári rendszer, ami már a születése pillanatában ellentétes volt Magyarország nemzeti érdekeivel, ellentétes volt a nemzeti szolidaritási alapú állami nyugdíjrendszer logikájával és minden közgazdasági elvvel, valamint a józanésszel. A kormány nyugdíjreformra vonatkozó lépéseinek az a célja, hogy megvédjük a jelenlegi állami nyugdíjrendszert. Gondoljunk bele, tisztelt képviselő úr, hogy a 2011-es költségvetésben a 3,2 millió magyar nyugdíjas részére kifizetendő több mint 3000 milliárd forint nyugdíjból minden harmadik nyugdíjforintnak nincs meg a fedezete. Ez lehetetlen állapot. Ez azért következett be, mert 1996-97-ben egy olyan nyugdíjreformot készítettek elő, amiből a 98. január 1-i kötelező magánnyugdíjpénztári rendszer lett, és ami egy totális kudarc. A nyugdíjreform alapelvei világosak. Egyensúlyba kell hozni az állami nyugdíjrendszer bevételi és kiadási oldalát. Egyensúlyi nyugdíjrendszerre van szükségünk. Csak az egyensúlyi nyugdíjrendszer adhat hosszú távú biztonságot a magyar nyugdíjasok számára. A második alapelv, hogy nyugdíjbefizetésből csak nyugdíjkifizetést lehet teljesíteni. Nyugdíjból csak nyugdíjat. Ez is a biztonságot célozza. A harmadik, hogy mindenki tagja lehet az állami nyugdíjrendszernek, aki a szolidaritást választja. Aki a nemzeti, állami, közösségi szolidaritást választja. És végül valódi nyugdíj kifizetést el kell választani a szociális típusú nyugdíjnak tűnő, de nem nyugdíj kifizetésektől. Tisztelt képviselő úr! Mindezeken az alapelveken nyugodva a kormány megszüntette a korábbi 98-ban létrehozott magánnyugdíjpénztárak kötelező jellegét, nem kötelező belépni, nem kötelező maradni. A választás szabadságát kínáljuk fel, szemben azzal, önöknek is, igen, szemben azzal, amit képviselő úr mond, hogy ez kényszer, ez egy egyéni, felelős döntés. Lehet úgy dönteni, hogy valaki a nemzeti szolidaritás közösségét választja, és lehet úgy dönteni, hogy egyedül megy tovább. Ez egy egyéni, felelős döntés. Nem adó, képviselő úr, nem adóról beszélünk, hanem az Egyesült Királyságban adó az ilyen jellegű befizetés. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy munkáltatói nyugdíj hozzájárulás, ugyanúgy, mint van egészségügyi hozzájárulás. Tehát vannak a járulékok, vannak a hozzájárulások, és vannak az adók. Ez három különböző dolog. Természetesen nem államosítás, képviselő úr. Nem államosítás, mert egy konzervatív polgári kormány a közösségi vagyon tekintetében nem államosít. Ha államosítás lenne, az egész világ hangos lenne attól, hogy Magyarországon államosítanak. Nincs szó államosításról. Aki államosításról beszél, az valamit nem ért. Például az 1949-50-es, vagy 51-es, vagy 52-es államosításokat. Azokat nem érti, vagy szeretné elfeledni. Végül, tisztelt képviselő úr, egyéni számlavezetés történik. Mindazok számára, akik visszatérnek a nemzeti szolidaritáson alapuló állami nyugdíjrendszerbe a 12 év alatt, 98 és 10 között, vagy 8 év alatt, vagy 6 hónap alatt fölhalmozott magánnyugdíjpénztári vagyonukat egyéni számlán fogják kezelni. Én azt gondolom, hogy az egyéni számla, annak az örökölhetősége és az állami nyugdíjrendszer biztonsága ezt a megoldást vonzóvá teszi. Köszönöm szépen! Köszönöm. Szintén napirend előtti felszólalásra jelentkezett Schiffer András frakcióvezető úr az LMP részéről, fenntarthatóság, jogbiztonság és bizalom címmel. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Amikor tavasszal a Lehet más a politika fenntarthatóság pártjaként kérte a választópolgárok bizalmát, akkor a fenntarthatóság jegyében nem csak arra tettünk esküt,
hogy egy olyan politikát fogunk támogatni, amelyik nem engedi azt, hogy a bolygónkat feléljük a mindennapi kényszerek hatására, a fenntarthatóság számunkra ennél jóval többet jelent. Fenntarthatóság alatt gondoljuk azt is, hogy általában véve a mai élők, a mai generációk nem gazdálkodhatnak úgy, hogy az utánuk következő nemzedékek számára elviselhetetlen terheket teremtenek. Akkor, amikor fenntarthatóságról beszélünk, beszélünk a generációk közötti igazságosságról, hogy a mai terheket úgy próbáljuk elosztani, hogy azok igazságosan oszoljanak meg a mai élők és az utánunk következő generációk, adott esetben a mai élők és a még meg nem születettek között. Éppen ezért üdvözölni tudtuk miniszterelnök úrnak azt a nagyszerű bejelentését még hónapokkal ezelőtt, amikor közölte, hogy ez a kormány szakítani kíván az előző kormányok adósságfelhalmozó politikájával. Igen, nem szabad ma elkölteni azt, amit holnapra elteszünk. Ehhez képest döbbenten látjuk azt, hogy ez a kormány valójában egyáltalán nem szakít az adósságfelhalmozó politikával, hanem újabb adósságot halmoz fel most éppen a következő generációk előtt. Új kiadási kötelezettséget teremt akkor, amikor a nyugdíj befizetéseket, a belapátolt 3000 milliárdot mai prompt költségvetési célokra kívánja elkölteni. Mindenre azért van szükség, mert az önök igencsak igazságtalan, ha úgy tetszik, a magyar gazdaság történet egyik legigazságtalanabb adóreformjával 7-800 milliárdos lyukat vertek a költségvetés falán, és ezt a lyukat kívánják a nyugdíj befizetésekre félretett összeggel betömködni. Önök a jövő felélését, a jövő felélésének a politikáját egy nagyon rövid távú gazdaságpolitikát követnek. Önök 19-re lapot húztak, ha nem jön be az, amit önök elterveztek, úgy tűnik, hogy a mai fiatalok nyugdíja is az alkotmányunk mellett simán el fog férni egy sör alátéten. Annak idején a válságadókkal kapcsolatban is azért hangoztattuk kételyeinket, mert egy gazdaságpolitikát nem lehet válságadókra építeni. Mi fog történni a válság után? Mi történik, hogyha nincsen válság? Önök bíznak a jó szerencsében, hogy majd csak elmúlik a válság, majd csak lesz fedezett az elsikkasztott megtakarításokra. Na, ez a vudu gazdaságpolitika, miniszter úr. Annak idején, hetekkel ezelőtt a 98%-os adó körüli vita során is elmondtuk azt, hogy a valódi vita nem ott van közöttünk, hogy vitatnánk annak a jogszerűségét, erkölcsi megalapozottságát, hogy a tisztességtelen végkielégítéseket vissza akarják húzni. Ott van közöttünk a vita, hogy elviselhető egy jogállamban az, hogy a törvényesen felvett jövedelmeket ugyanaz az állam, amelyik a törvényt hozza, bármikor vissza tudja húzni. Ez a vita sem a magánnyugdíj rendszerről szól. A 98-as kötelező magánnyugdíj pénztári rendszert mi is elleneztük, vagy elleneztük volna, ha léteztünk volna, és rossznak tartjuk. Ugyanakkor az LMP a választás szabadságának a pártjánál. Önök nem egyszerűen zsarolnak, hanem a választás lehetőségét, ha úgy tetszik, még a hősi halál lehetőségét is kizárják, hiszen hogyha valamennyi magánnyugdíj pénztártag a maradás mellett döntene, 265 év kellene ahhoz, hogy mindenki január 31-ig ezt az igényét közölni tudja. Önök félreteszik az útjukban álló jogintézményeket, de az útjukban álló jogelveket is. Egyetlen dologban lehetünk biztosak, abban, hogy az erős kéz mindent visz. Önök ezzel a mostani lépésükkel és ezzel az lépéssorral hadat üzennek egy generációnak, hadat üzennek több millió embernek, aki kiszámítható pályán tudta eddig a vagyoni helyzetét. Azt kockáztatják, hogy Magyarországon az emberek a bankszámla megtakarításaikat sem fogják biztonságban érezni, azt kockáztatják, hogy nagyon sok fiatal elvágyódik majd olyan helyre, ahol jogbiztonság, kiszámíthatóság uralkodik, ahol tervezhető a jövő. Az álbaloldali kormányok 1997-ben és 2007-ben felvilágosult abszolútista módjára vágtak bele nagy rendszerek reformjában a társadalom akarata ellenére. Önök most ugyanezt teszik, és nem hivatkozhatnak választói ígéretekre. A kormányprogramban azt írták, nem engedjük, hogy az állami nyugdíjak mellett szolgáltatást biztosító magánnyugdíj pénztári rendszer megtakarításai veszélybe kerüljenek. Így járhatnak a választók akkor, hogyha a kormányprogramot egy jókívánsággyűjtemény helyettesíti. Köszönöm szépen. Köszönöm.
Ismét Matolcsi György úrnak adom meg a szót válaszra. Szépen tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Egyetértek önnel abban, hogy Magyarország legsúlyosabb adóssága az adósság. Nem is egy adósság nyomja a vállunkat. Nyom bennünket az államadósság. Milyen szépen alakultak a dolgok még 1998 és 2002 között. 57%-os szintről, tehát a bruttó hazai termék 57%-os szintjéről már az 50% közelébe csökkent, persze nem magától, hanem egy sikeres ország sikeres működése nyomán Magyarország akkori államadóssága. Milyen szép lett volna, ha ez folytatódott volna. Ma már a magyar államadóság a térség országainak adósság szintjén állna. Valahol 40% körül, mindenképpen 60% alatt, mindenképpen euró érett gazdaság adósság szintje lenne. De nem így alakult. Annak a bűnös, hibás, felelőtlen gazdaságpolitikának a következtében, ami 2002 és 2010 közepe között Magyarországon végbe ment, nos ennek következtében a magyar államadósság szintje a bruttó hazai termékhez mérve 80% közelébe ugrott fel. Ez már elviselhetetlenül magas államadósság Magyarország esetében, de nem végeztünk az adósságokkal. Az államadósság mellett Magyarországot több más adósság is nyomja. Ilyen a foglalkoztatási szint adóssága. Nagyjából 1 millió munkahelyünk hiányzik. Ha ez meg lenne ez az 1 millió munkahely, most a nyugdíjrendszer, az állami nyugdíjrendszer teljes mértékben egyensúlyban lenne, de nincs meg, 10 év alatt fogjuk tudni megteremteni az 1 millió új adózó munkahelyet Magyarországon. De adósak vagyunk, adósai a magyar gazdaságnak a korábbi kormányok, a 2002 utáni kormányok, azzal, hogy növekedés legyen Magyarországon. Az egyetlen ország vagyunk, amelyik nemhogy nem használta ki jól az uniós csatlakozás lehetőségét, hanem elvesztegette ezeket az éveket. A térség legalacsonyabb növekedési ütemét produkáltuk. Tehát növekedési adósság is van. Van természetesen a demográfia, a népesedés terén egy súlyos adósságunk. Legalább 1 millió gyermek hiányzik a magyar népesedés térképéről, a falvainkból, tanyáinkról, a városainkról beszélek, Budapestről beszélek. Ha 1 millióval többen lennének a gyermekeink, akkor a jövőnk egy kissé biztonságosabb lenne. Végül van a hitelesség, a bizalom és az önbizalom területén egy súlyos adósság. Ezt a korábbi szociálliberális kormányok végleg elvesztegették. Magyarországon a 2005-2006-os első nagy költségvetési csalás, valamint a 2009-2010-es második nagy költségvetési csalás következtében végleg eltűnt az Unióban, a nemzetközi pénzügyi intézmények körében Magyarország hitelessége. Márpedig egy olyan helyzetben, amikor a pénzpiacok egy országot akkor finanszíroznak a hiteles, ez egy nagyon súlyos adósság. Úgyhogy, képviselő úr, egyetértek önnel, hogy bennünket az adósság, mégpedig sokfajta adósság nyom a legerősebben. Nos, ezeket az adósságokat fogja ledolgozni, nem egy perc, nem egy óra, nem egy nap, nem egy hét, még csak nem is egy év alatt mind az, amit mi az elmúlt fél évben elindítottunk. Köszönöm szépen, képviselő. Szintén napirend előtti felszólásra jelentkezett a KDNP frakcióvezetője Harag Péter úr az új alkotmány értékrendje címmel. Parancsoljon! Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Az alkotmányozás folyamata elkezdődött, és abban a kivételezett helyzetben lesznek a parlament mai képviselői, hogy megszavazhatnak egy új alkotmányt. Ez nem egy többség, hanem ez a magyar nemzet, minden magyar ember alkotmánya lesz. Néhány értéket fontosnak tartok megnevezni, amik nem maradhatnak ki ebből az alkotmányból. Az első a nemzeti közösség. Nem másokkal szemben szeretnénk identitásunkat megfogalmazni, hanem önmagunknak, hiszen az ember egy olyan lény, amelyik közösségben születik, abban nő